A Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusai azzal a céllal hozták létre a Facebookon a karcagi óvodások Tarka-Barka percei oldalt, hogy ebben a mindannyiunk számára nagyon nehéz időszakban az otthon eltöltött idő töltését támogassák szakmai tudásukkal, ötleteikkel, személyes perceikkel, jelenlétükkel az online világban. Gulyás Ferencné intézmény vezető elmondta, az óvodákban ügyelet van. A 9 tagóvodában 30 kisgyermekkel foglalkoznak az óvónők, a többi kolléganő pedig online módon igyekszik a kicsikkel foglalkozni. Az intézmény bekapcsolódott városi szinten a szájmaszk készítésbe is. 13 dolgozó varja ezt napi szinten. A többi óvodapedagógus pedig kézműves foglalkozást, mozgásórát tart az interneten, vagy mesét olvas, énekel, zenél napközben a kicsiknek. Hetente egy-egy témakörben adnak ajánlásokat a gyerekekkel töltött időhöz a szülőknek. A Zöldfa úti óvodában Harsányiné Szabó Ilona, tagóvoda vezető és kolléganő is részt vesznek a fent említett internetes foglalkozásokban, ahol nagyon kreatívan feladatokat mutatnak be a szülőknek és az óvisoknak. A mindennapokban úgy osztottam be a kolléganőimet, hogy van, aki itt az óvodában ügyeleti feladatokat ellát, van, aki var, mert... Az intézményünk maszkokat ajándékoz, maszkokat készít, illetve tovább adja a szükséges intézményeknek, és emellett vannak olyan kolléganőim, akik otthon dolgoznak, és ebbe a Tarka-Barka óvis csoportban készítenek videókat, felvételeket a gyerekek otthoni szabadidős tevékenységeinek ellátására. Az ügyeletet a héten 4 kisgyermek vette csupán igénybe. A kialakult helyzetben először is igényfelmérést készítettünk a szülőknél, hogy ki az, aki nem tudja megoldani a gyermek elhelyezését, és jelen pillanatban 4 kisgyermek ügyeleti ellátásban van jelen az óvodában, illetve 22, illetve 26 fő igény szerint elvitelre elviszi az óvodai ebédet. Így jött az ötlet, hogy a kreatív foglalkozások mellett a kenyérsütést is bemutassák az internet segítségével a szülőknek. Az egyik óvodapedagógusunk Spisák Dezső Né Györgyike, ő most kezdte elsajátítani a kovászos kenyérnek a sütését és a magával, a kovásszal való megismerkedést, de már ő is megsütötte a kis kenyerét, és büszkén mutatta nekünk. A másik kolléganő pedig Tóth Eszter, ő dajkaként dolgozik, ő már régi kenyérsütő, ő többféle kenyeret szokott sütni, és most is egy új élesztő nélküli, kovász nélküli írszódás kenyérrel is be fogja mutatni a kenyérsüdési tudományát. Spisák Dezsőné óvodapedagógus élete második kenyerét sütötte így meg. Esztike nagyon-nagyon sok mindent segített nekem, meg már régóta mesélt, hogy hogy készíti otthon a kenyereket. Én egy pár nappal ezelőtt elkészítettem az ő által készített kovászból, és így szerettem volna így megmutatni a videón keresztül, hogy nem olyan ördöngőség ezt megcsinálni. Én otthon már jó pár éve kenyérsütőgépbe készítem a kenyeret, de kézzel ugyanígy meg lehet készíteni, el lehet készíteni, és nagyon ízletes. Nyilvánvalóan minden háztartásban nincs kenyérsütőgép, és arra gondoltam, akiknek nincs lehetőségük ilyen eszköz megvásárlására. Most sajnos ezekben az időkben otthon tartózkodnak, van idejük, a gyerekeket be tudják vonni a kenyérsütésben, nagyon szeretnek ők is gyúrni, dagasztani, és így a gyerek is le van kötve, együtt dolgoznak az anyukával, és a végeredmény meg mutatta magát. Milyenek az arányok? Hát egy kiló liszttel mondom el egy 4 tagú családnak, 70% víz szükséges hozzá, ehhez kell 20 deka kovász, és hát ízlés szerint só, de az olyan körülbelül egy evőkanálnyit szoktunk bele tenni. Itt ez kicsit időigényes, mert mivel hajtogatni kell ezt a kovászos tésztát, tehát először, amikor
meg kell, utána 2-3-4 alkalommal meg lehet hajtogatni, ahogy bemutattam. Minél többet hajtogatunk, annál buborékosabb, levegősebb lesz, tehát akinek van ideje, az nyugodtan többször is alkalmazhatja. A kelesztés meg hideg helyen szoktuk. Tehát, hogyha valaki este elkészíti a tésztát, nyugodtan teheti a hidegre lefedve, akár fóliával, akár konyharuhával, másnap előveheti, megint hajtogathatja egy párszor, és olyan másfél óra múlva beteheti a sütőbe. Míg Tóth Eszter Dajka rutinos kenyérsütőnek számít, hiszen saját kovászt használ minden alkalommal a friss, ropogós kenyeresütéséhez. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy vegyen egy 7 decis befőttes üveget, abba körülbelül egy 3 unnyi nokedli tésztát kavarjon be, azt 24 óráig hagyja, utána még egyszer tesz hozzá annyi lisztet meg vizet, hogy körülbelül 2,5-szer akkora legyen, azt még egy 24 óra múlva lefelezi, vagy inkább leharmadolja, hogy egy olyan 2 unnyi körül maradjon az üvegbe, azt egy 3-szorosára megeteti, de akkor már egy jó sűrű nokedli tésztát, úgyhogy megálljon benne a fakanál, oda teszünk egy gumigyűrűt, és akkor egy melegvizes palack mellé betesszük mondjuk a mikróba, vagy a sütőbe, de nem kell beindítani egyiket se, és akkor, mikor elkezd nőni, akkor igazából egy ilyen púpos lesz a teteje, mikor visszalapul, akkor megint levesszük ugyanúgy 2 unnyira, ugyanígy folytatjuk az etetést, és mikor a 12. etetésnél járunk, akkor már lehet vele sütni. És akkor igazából úgy van, hogy 1 kiló liszthez 20 deka kovászt kell, meg víz és só. A víz az 70%. Így sült meg most lépésről lépésre bemutatva egy kovászos kenyér és egy írszódás kis cipó a Zöldfa úti óvoda munkatársai által. Ez az írszódás kenyér, ez úgy van, hogy liszt, víz, akkor ha nincs esetleg otthon natúrjoghurt vagy kefir, akkor lehet bele tejföl is, író, vagy tejföl tejkeveréke, ez teljesen mindegy, csak valami ízesítetlen tejtermék legyen, akkor egy kicsike só, cukor, meg szódabikarbon, és akkor ezt igazából egy lágy, én úgy szoktam, hogy lágy nokedli tésztát készítek, azt ráteszem a gyújtódeszkára, és akkor addig lisztezem, még szépen föl nem tudom szedni, próbálom kerekformára tartani, egy tepsibe belehelyezem, amiben előtte sütőpapírt teszek, vagy lehet úgy is, hogy valaki kizsírozza, kilisztezi, attól függ, hogy kinek mi van otthon, és akkor utána már vehet is be a sütőbe. Én nem szoktam bevágni, mert szeretem azt, ami magától reped. És általában, ha akinek villanysütője van, az 200-210 fokon egy olyan 40 percet, 45 percet sül, akinek meg sima gázsütője van, nincs rajta fokozat, akkor én azt javaslom, hogy amin a kerttésztát szokták, mondjuk a beiglit vagy ilyesmit sütni, hogy azon a fokozaton süssék. Egy adag kenyérhez úgy van, hogy 25 deka liszt kell hozzá, akkor egy kávéskanál só, egy kávéskanál cukor, 0,7 deciliter víz, meg 140 g kefir, natúrjoghurt, vagy bármi tejtermék. És akkor ez, amit mi készítettünk, ez egy 3-szoros mennyiség.